Miért és hogyan? A két leggyakrabban előforduló szó nem csak fizika órán, de az életben is. Amint megtanultunk beszélni, rögtön kérdeztünk, és válaszokat akartunk kapni. Miért esnek le a tárgyak, miért tudnak repülni a madarak, miért színes a szivárvány, miért kerek a labda, miért nem élünk örökké, és így tovább. Vajon csak a kíváncsiság hajt minket? Hát egyáltalán nem. Ugyanúgy, mint az összes többi élőlénynek, ha túl akarunk élni, akkor alkalmazkodni kell a környezetünkhöz. Az élőlények is megfigyelnek és alkalmazkodnak. Mi azonban ennél egy kicsit tovább is léptünk, igyekeztünk felismerni a törvényszerűségeket, és azokat kihasználva eszközöket, szerszámokat, gépeket készítettünk, gyógyszereket gyártottunk, utakat építettünk, megpróbáljuk így az életünket biztonságosabbá és kényelmesebbé tenni. Az idők folyamán rengeteg ismeret halmozódott fel. Ezeket együtt természettudományoknak nevezhetjük. Mivel rengeteg ez a felhalmozódott ismeret, ezért ez különálló szakterületekre, részterületekre oszlott szét. Így alakulhatott ki a kémia, biológia, földrajz. Ezek azonban egymásra építkeznek, egymásból veszik a tudásanyagot. A biológia nem létezhet a kémia nélkül. A földrajznak a fizikára szüksége van. A kémia nem lehet meg atomfizika nélkül. Tehát ezek a tudományágak egységet alkotnak, egymásra támaszkodva és összefonódva fejlődnek. Ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy milyen sokszínű a világ, rengetegféle dologból épül fel, és rengeteg minden történik is benne. Hát próbáljunk meg mi ebben most rendet tenni. Tegyünk fel egy egyszerű kérdést, például miből épül fel a világ? Persze nem csak erre a világra gondolunk itt, hanem egyáltalán az általunk ismert világegyetemről. Nagyon egyszerűnek tűnik a válasz, azt mondjuk, hogy a világ anyagból épül fel. Na de hát mi az az anyag? Ez is egyszerűnek tűnik. Anyag, egy kő, esetleg egy kis víz, egy kis levegő, egy kis műanyag. Ezek mind olyan dolgok, amik apró icipici kis részecskékből, úgynevezett atomokból, molekulákból állnak. Ezeket a pici kis részecskéket, ezeket különleges mikroszkóppal meg is tudjuk nézni. Ezt a fajta anyagot, amiről most beszéltünk, ezt kémiai anyagnak is nevezhetjük. Vegyük tudomásul, hogy a hétköznapi életben és a tudományban egy szó nem mindig jelenti ugyanazt. A köznapi életben ez az az anyag, amit a tudomány kémiai anyagnak nevez. A tudományban ide az anyaghoz tartozik még egy másik fajta anyag, az úgynevezett mező típusú anyag is. Ezzel is találkoztál már. Ha megfigyeled, látod, hogyha egy mágnessel közeledek egy másik mágneshez, nem kell feltétlenül hozzáérnem, ahhoz, hogy azon nyomba ki tudja fejteni a hatását. Elég, ha csak egy bizonyos kis környezetébe megérkezem, és már is látjuk a hatást. Tehát a mágnes körül egy különleges tér, egy mező van. A fizikában ezt a teret, mezőt is anyagnak mondjuk, mert hatást tudunk vele gyakorolni egy másik anyagra. Aztán ugyanilyen mezőtípusú környezete van egy megdörzsölt lufinak, vagy egy távvezetéknek. Nagyon jól tudod, hogy nem kell a magas feszültségű távvezetéket megfogni ahhoz, hogy áramütést szenvedjünk. Aztán ne hagyjuk ki a harmadik fajtát sem, nagyon különleges környezete van, például a Földnek is. Hát ha bármit földobsz, akkor ugye leesik. Igyekszik a Föld magához láncolni az anyagokat, magához húzza őket. Ezt gravitációnak nevezzük. Természetesen nem csak a Földnek van ilyen különleges mezője. Majd erről később részletesebben tanulunk. Anyag tehát a kő, fű, fa, virág, műanyag. Tehát minden, amit apró kicsi részecskék, molekulák, atomok építenek fel, de természetesen anyag, a napsugár is, hiszen ő is hatással van a környezetünkre. Nézzük meg tehát, hogy mit tanultunk meg idáig. Azt mondtuk, hogy a világ anyagból épül fel.
Anyagnak nevezzük azokat a dolgokat, amelyek kölcsönhatásra képesek. Ezeknek a fajtája a kémiai típusú anyag és a mezőtípusú anyag. Kémiai típusú anyag, amelyek apró kicsi részecskékből állnak, beszéltünk róluk, mezőtípusú anyagokat pedig sajátos, különleges környezet, úgynevezett mezőtér veszi körül. Beszéltünk a fajtáiról is. Zárójelben azonban tegyünk még annyit hozzá, hogy a tudományos kutatások jelenlegi állása szerint azon az anyagon kívül, amiről most itt az előbb beszéltünk, aminek a hatásait nap mint nap tapasztaljuk, tehát a kölcsönható anyagon kívül más is van még a világegyetemben. Hogy pontosan mi ez, és hogy hogyan működik, hát ezt bizony még nem tudjuk. Az előbb elhangzott egy szó, az, hogy kölcsönhatás. És tökéletesen ezt is értjük rajta, kölcsönös hatás, kölcsönös egymásra hatás. A kalapács, amint látjuk, hat a dióra. A kalapács néhány részecské is odébb mozdul, odébb tolódik, még akkor is, hogyha mi ezt nem látjuk. Az ujjunk, az hat a labdára, és természetesen a labda is hat az ujjunkra a kölcsönhatás közben. Ugyanez vonatkozik a mező típusú anyagokra is. Ha például a mágnesnek a környezetébe beleteszünk egy másik mágnest vagy egy vasdarabot, akkor ez a bizonyos rajzolat ez megváltozik, ezt később majd be is fogjuk mutatni. A napfény is kölcsönhatásban vesz részt, ha rásüt a bőrünkre, akkor a bőrünk az felmelegszik, esetleg le is barnul, a napfény pedig részben elnyelődik. Vizsgáljuk meg tehát az előttünk álló feladatot. Minden egyes pillanatban milliárdnyi változás következik be, és mind-mind kölcsönhatás eredménye. Vajon hányféle kölcsönhatás van? A fizika könyvek négyféle kölcsönhatásról beszélnek, elektromágnesesről, gravitációsról, elős és gyenge kölcsönhatásról. Mivel ez az utóbbi kettő, ez sokkal több ismeretet feltételez, ezért majd őket később fogjuk vizsgálni, nehezebb is vizsgálni őket, mivel ezek a kölcsönhatások az anyag belsejében játszódnak le. Koncentráljunk tehát most tulajdonképpen erre az első kettőre. Mivel az első igen nagy falat, ezért a vizsgálatához részekre bontjuk. Ilyen részekre, hogy mechanikai kölcsönhatás, ilyen esetben a testek mozgásának állapota változik meg, vagy az alakjuk, hát láttad, amikor a diót összetörtük a kalapáccsal. A második a termikus kölcsönhatás, amikor az anyagoknak a hőmérséklete változik meg, hideg-meleg kölcsönhatásáról beszélünk. Mágneses kölcsönhatásról ugye már beszéltünk, láttuk, tapasztaltuk, elektromos kölcsönhatás sem új számunkra, és végül ide tartozik még az optikai kölcsönhatás, a fény kölcsönhatása. Ha ezt megbeszéltük, akkor pedig beszélni fogunk a gravitációról, a gravitációs kölcsönhatásról is.